Szerelem, anyagi érdekek, küzdelem a társadalmi elvárásokkal, mindez egy végletekig zsugori apa körül ábrázolva. Molière klasszikus komédiája, a Fösvény került színpadra a Jókai Színházban. A Színház Házhoz megy programban 12 iskolában nagy sikerrel elvitt előadást Merő Béla rendezésében láthatja a közönség. Nos, mi hír, Fruzsina? Kicsoda, én? Egyik szereplő sem rokonszenves, valahogy mégsem ítéljük el őket, hiszen valahol érezzük, hasonló helyzetben talán mi is így tennénk. Az élet alapvető kérdéseiről gondolkodtat el, ugyanakkor felszabadultan nevetett 4 évszázad távolságából a klasszikus darab. A komédiaíró Molière kíméletlenül pontos képet rajzol az emberről, a csak az anyagiakat szem előtt tartó zsugori főszereplő, a talpnyaló leendő vej, vagy akár a házasságszerző ügyeskedő karakterén keresztül. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes figura. Azt gondolom, hogy Molière korában az ész az nagyobb hangsúlyt kap. Tehát az emberek használni akarják a világot, és már nem olyan kérdéseket tesznek fel, mint mi az emberi lét értelme. És ez a figura is az eszével próbál létezni, próbálja eltartani saját magát. Tehát ez a házasság közvetítés is egy üzlet, és ebben az üzletben nagyon sok buktató van, és ez majd ki fog derülni a darabból. A rendező szerint nem egy felszínes vígjáték látható a színpadon, mint mondta, nagyon súlyos igazságok hangoznak el a darabban. Ugyanakkor a könnyed előadásmód segíti a nézőt a befogadásban. A színészek fantasztikusan partnerek voltak ebben. Majd kiderül, Bartos Gyula megöregedett. Ugye 60 éves embert kell játszani, és hát szinte öregebb a színpadon. De hordozza magában az öregedés problémáját. A fiatalok hordozzák a kiszolgáltatottságot, a kerítőnő, ahogy valahogyan pénzt szerezzen és életben tudjon maradni. Tehát végülis ezek a figurák, én azt hiszem, hogy időn is téren át működnek mai napig. A Színház Házhoz megy programban 12 iskolába vitte el a társulat a klasszikus darabot. A fiatalok körében tapasztalt kedvező fogadtatás most a Teátrum színpadán folytatódhat, hiszen a vígjátékot októberben a Diákbérletben is műsorára tűzte a színház.